Az adatok felvételével és regisztrációval kezdődött a kéklámpások véradása városunk rendőrkapitányságán. A segítségnyújtási lehetőséget kihasználta az intézmény egyik munkatársa, Nagy Csilla is, aki mintegy 30-szoros véradó. Így számára nem volt kérdéses, hogy részt vesz-e az eseményen. Mint mondta, személyes tapasztalatból tudja, miért fontos segíteni másokon. Van egy gárda, és hát igazából személyes tapasztalatom az, hogy volt, aki nagyon ellenezte ezt a dolgot, és miután balesetet szenvedett, és szüksége lett a vérre, utána már egész másképp állt hozzá. Tehát utána ő is rendszeres véradó lett. Tudta, hogy mit jelent az, hogy vért adni. A segítségnyújtás mellett döntött Nyárasdi István is, aki édesapja példáját követve rendszeres véradó. Igazából nekem is bármikor szükségem lehet vérre, és gondolok másokra. A kéklámpások véradásának katasztrófa védelem munkatársai, a Büntetés Végrehajtási Intézet dolgozói, valamint mentők, polgárőrök és rendőrök vehettek részt. Nagyon lelkes az állomány e tekintetben, én azt gondolom, hogy mindig hozzuk azt az elvárt számot, ami a Vöröskereszt részéről egy kiszállásos véradáshoz szükséges. A kéklámpások véradását a Vöröskereszt együttműködésével valósítják meg, amellett, hogy értesítik a lehetőségről az érintetteket, ki is függesztik az esemény időpontját, amelyre nem csak a dunaújvárosi rendvédelmi szervek dolgozóit várják. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épülete 7. alkalommal adott otthont a kéklámpások véradásának, amelyet rendszerint évente 2 alkalommal, tavasszal és ősszel rendeznek meg. A DSTV híradóját Berek Szandra tudósította.